Köszöntöm nézőinket! Értékeink címmel a Tolna megyében megvalósuló fejlesztéseket szeretnénk kicsit közelebb hozni önökhöz. A beruházásokhoz a területfejlesztési operatív program 27,5 milliárd forintos Tolna megyei kerete biztosítja a forrásokat, és a pénzből megvalósuló fejlesztések nem egyszer elválaszthatatlanok azoktól az értékektől, melyeket a Tolna megyei Értéktárbizottság az elmúlt időszakban lajstromba vett. Szekszárd főterétől rövid sétával érhető el a Babits Mihály utcában, a sétpatak kanyarulatánál a Babits Mihály emlékház, amivel már korábbi műsorunkban ismerkedhettek önök is. 2001-ben a Dienes Valéria emlékszobával gazdagodott a gyűjtemény. Dienes Valéria író, táncpedagógus, filozófus és az első magyar női egyetemi tanár volt. A budapesti Erzsébet nőiskolában szerzett polgári iskolai matematika tanítónői oklevelet, majd 1904 és 5 között a Zeneakadémián zongorát és zeneszerzést tanult, a Pázmány Péter Tudományegyetemen pedig matematikát és fizikát hallgatott, filozófiából, matematikából és esztétikából doktorált. Párizsban nagy hatással volt rá Henri Bergson tanulmányt is írt róla, Bergson lélektana címmel. Műveit egyedül ő fordította le magyarra. Bergson mozdulat pszichológiai elméletének és a Duncan testvérek mozgás művészetének hatására a tánccal kezdett foglalkozni, kialakította mozdulatművészeti rendszerét, melyet orkesztikának nevezett el, ezzel pedig megalapozott egy teljesen új művészeti ágazatot Magyarországon. A Babits Mihály emlékházban vagyunk, Dienes Valéria emlékszobájában. Dienes Valéria 1879. május 25-én született Geiger Valéria néven. Édesapja Geiger Gyula, ügyvéd, lapszerkesztő, a Szekszárd vidéke című lapnak a szerkesztője, amiről azt is érdemes megjegyezni, hogy ez a lap, ahol Babits Mihály első költői művei, versfordításai gimnazista korában megjelennek. A másik, hogy Dienes Valéria Babits Mihály gyermekkori és ifjúkori barátja, sőt, Babits Mihály önéletrajzi ihletésű regényének, a Halál fiainak egyik szereplője, Hintás Gitta alakjában örökíti meg Dienes Valériát, és egyébként természetesen az egész családja szerepet kap, Hintás Gyula alakjában jelenik meg az édesapa Geiger Gyula alakja. Dienes Valéria az első 5 nő között van, aki egyetemet végez, matematikából, filozófiából doktorál és esztétikából, és az egyetemi évek alatt mindemellett a zongora tanszakra is beiratkozott, néhány szemesztert végzett a Zeneakadémián is. Itt a kiállításban láthatjuk doktori oklevelét, summa cum laude, tehát a legjobb minősítéssel tette le a doktori vizsgáját. Az egyetem és a doktori vizsga letétele után a Sorbonne-ra ment tanulni, szintén matematikát és filozófiát, és még azt is közbe kell vetnem, hogy ekkor veszi fel férje nevét, Dienes Pál matematikusnak a nevét, 1905-ben, és a következő években tanul a Sorbonne-on, ahogy mondtam, matematikát és filozófiát. Ekkor ismerkedik meg a francia filozófus Bergson tanaival, akinek a hatására később a maga filozófiai gondolatait is élete vége felé papírra veti. Párizs még azért fontos az ő életében, mert nem csak az egyetemi tanulmányait folytatja, hanem megismerkedik a Duncan testvérek, Isadora Duncan és Raymond Duncan mozdulat
művészeti, mondjuk már DNS Valéria szavával, mozgásművészeti iskolájával, maga is részt vesz ezeken a táncórákon, és hazatérve Magyarországra, ő a matematikus agyával azt, amit ott a nagyon ösztönös Raymond Duncan-től megtanul, azt egy rendszerré rendezi. Itt a kiállításban is a Frízen az első táncművészeti publikációnak az illusztrációit láthatjuk. Láthatjuk, hogy geometrikus formában rendezi a mozgást. Természetesen ez egy mozgásban kell elképzelnünk a táncot, de ő mégis a geometriát és matematikát használva dolgoz ki egy elméletet, ezt majd orkesztikának nevezi el. 19-ben férje részt vesz a tanácsköztársaságban, úgyhogy nekik menekülnünk kell. Néhány évig Ausztriában, majd pedig Párizsban élnek, majd DNS Valéria hazatér gyermekeivel Magyarországra, és ekkor már folytatja azt, amit korábbi években elkezdett, hogy az orkesztika, illetve ezt a mozdulatművészeti módszert átadja másoknak is, iskolát alapít. Tehát mozdulatművészeti iskolát alapít DNS Valéria, és komoly nagy táncművek előadására is vállalkoznak. 1924-ben Hajnalvárás címmel állítanak színpadra Bárdos Lajos zenéjével és DNS Valéria szövegével egy nagy táncjátékot, amelyet sorra követnek a különböző táncjátékok. Ekkor már DNS Valéria visszatér a gyerekkori hitéhez, és ezeknek a táncjátékoknak a legfőbb témája az a vallásos érzület lesz, de például mesejátékokat is előadnak, illetve divat bemutatókat is készítenek a mozdulatművészet jegyében is. A mozdulatművészeti iskola 1944-ig állt fenn. Ezekben az években is már DNS Valéria filozófiai munkákkal is foglalkozik, hiszen ezt a vonalat kezdettől fogva, a párizsi évektől fordítója lesz Bergsonnak, és a magyar filozófiai nyelv megújításáért a Baumgarten Alapítvány díjában is részesül. Később további filozófusok munkáit fordítja magyarra, és mint mondtam, saját filozófiai gondolatait is papírra veti a későbbiekben. 44, illetve 45 után betiltják a mozdulatművészeti iskolát, illetve ezeket a polgári csökevénynek titulált modern táncművészeti iskolákat, irányzatokat. DNS Valéria akkor már a filozófia felé fordít, tehát ebben az időszakban is sokat fordít, és még 90 évesen is teljes szellemi frissességben ad TV interjút, illetve táncművészeti konferenciákon is részt vesz. Baka István szekszárdi születésű magyar költő, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja. 1971-72-ben Baka István leningrádi ösztöndíjasként kezdett orosz verseket fordítani. 72-től két évig Szekszárdon középiskolai tanár volt, majd ezen rövid szakasz után 1974-től haláláig Szegeden lakott. A Kincskereső című gyermekfolyóirat munkatársa, majd főmunkatársa lett. Köteteivel és műfordításaival a 80-as évek második felétől országos ismertséget szerzett.
1992-es megindulásától kezdve közölte a Holmi című folyóirat, valamint több jelentős irodalmi orgánum a Hiteltől a Jelenkorig műveit és írásait. 1993-tól műfordítói kollégiumot vezetett a Szegedi Egyetem bölcsészkarán. 2005-ben nyílt emlékszoba a költő műfordító tiszteletére a szekszárdi Babits Mihály Emlékházban. A Baka István emlékszobában vagyunk. Baka István költő tárgyai, könyvtára, bútorai, díjai, lemezgyűjteménye vesz körül bennünket. Baka István 1948-ban született Szekszárdon, az általános iskolái után itt végezte el a Garai Gimnázium orosz szakát, majd Szegeden járt a Szegedi Tudományegyetem magyar-orosz szakára. A szegedi évek meghatározóak, bár ő már 8 éves korában verset írt, gimnazistaként orosz nyelven olvasott irodalmi műveket. Az első verse 1969-ben jelenik meg a Tiszatájban. Ilija Mihály volt a mestere, a Tiszatáj szerkesztője, aki az elsőként közölte Baka István verseit, és élete végéig jó barátságot ápolt mentorával. Baka István az egyetem elvégzése után néhány évet Szekszárdon tanított, majd pedig visszatért Szegedre, az egyetemi városba. Ekkor már a Kincskereső gyermekirodalmi folyóirat szerkesztőjeként dolgozott, tulajdonképpen élete végéig a Kincskereső folyóirat szerkesztője volt, és ez a szerkesztőség, az ő szerkesztőségi szobája Szegeden egy szellemi műhelyé vált. Baka István költészete egy elég komor hangú költészet, úgy mondjuk, hogy a költői képalkotás és a költői szerepjáték megújítója volt. Azt is mondja, hogy akkor vagyok legszemélyesebb, amikor állarcot veszek fel, hiszen jó néhány versében egy-egy alak bőrébe bújik. A szekszárdi érintettség esetében Hári János ciklusát kell megemlítenünk, vagy Liszt Ferenc, Széchenyi, vagy akár Jorik alakját, alakja mögé bújva írja meg verseit, a személyes gondolatait. Talán a legérdekesebb állarc Sztyepán Pehotnyi alakja. A Sztyepán Pehotnyi Testamentuma című kötetében alkotja meg ezt a sosem volt leningrádi költőt, akinek tulajdonképpen eljátszik egy költői játékot, hiszen a versei mellé még orosz címet is ír. A szerző nevéből hallhatjuk, hogy a Sztyepán Pehotnyi tulajdonképpen a saját nevének a nagyjából tükörfordítása, a Sztyepán István, a Pehotnyi gyalogos katonát, azaz Bakát jelent. Barátainak még úgy mutatta be ezeket a verseket, mintha versfordításokat írt volna. Aztán természetesen felfedte, hogy saját verseket ír ebben a sosem volt leningrádi költőnek a hangulatában. Ezzel a kötetével az évkönyve díját is elnyerte. A költői munkássága mellett nagyon jelentős a műfordítói munkássága, főleg szláv nyelvekből fordít, tulajdonképpen háromszorosára rúg a műfordítás kötete a saját verseinek terjedelméhez, de azt is tudnunk kell, hogy ő nagyon igényes volt, tehát egyrészt volt olyan év, ahol csak 10 verset sorol fel az évi termésként, másrészt csak a tökéletes, a szám általa a tökéletesnek ítélt verseket hagyta megjelenni. Az orosz irodalom mellett a nagyon nagy ihletője az a zeneirodalom, hiszen ő kisgyermek kora óta nagy rajongója a komoly zenének, és az egyik ihletője volt. Arról volt híres, hogy mind otthon, mind a szerkesztőségi szobájában mindig szólt a zene, és hát itt a szobában is láthatjuk lemezgyűjteményét, ami 1000-nél is több lemez tartalmaz, és sok versét ihlette meg a
például Liszt Ferenc vagy Rachmaninov zenéje. A szekszárdiak számára egy kis regénye vagy hosszú novellája is nagyon fontos, ez a Szekszárdi mise, melyben Liszt Ferenc magyarsághoz kötődését, illetve Szekszárdhoz kötődése is szerepet kap, és egyébként pedig egy elég fantasztikus történet kerekedik ki Liszt Ferenc és Schéner János szekszárdi karnagy misztikus találkozásából. A Tolna megyei önkormányzat kezdeményezésére indult az Értékhangoló című vetélkedő, mely az általános és középiskolások számára mutatja be Tolna megye értékeit. Az idei esztendő egy 3 éves program alapján szerveződik, melyhez a megyei önkormányzat a helyi identitás és kohézió erősítése címmel nyert forrást. A verseny felkészítése Siógárdon zajlott. Ennyi fért mai műsorunkba, tartsanak velünk legközelebb is, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra! Áltam mennékem, nincs örömmel, te hagyod a szeretőmmel, hú, a levelem. A házigazda Sió Algár Citera a zenekara köszöntötte az Értékhangoló vetélkedőre felkészítő programjának résztvevőit. Tolna megye 6 középiskolájának 8 csapata mérkőzik majd valamikor február elején a Megyei Értéktárbizottság által több éve szerveződő versenyen. A megyei önkormányzat alakulásakor kiemelt célként határozta meg, hogy a lehetőségek szerint felkutatja és megőrzi a megye értékeit. Ebben országosan kiemelkedik Tolna megye. Hogyha az ember itt születik, itt nől fel, itt vannak a gyökerei, szülei, családja, munkája, egyebe, akkor valószínűleg Tolna megyeinek érzi magát, és ez a legfontosabb, akkor Tolna megyei. Nagyon fontos, hogy megérezzék azt, hogy egy közösségbe élnek, és ez a közösség díjazza az ő tudásukat. Ez a közösség méltányolja azt, hogy ők a megyét, a településüket a sajátjuknak tekintik, és mivel fiatalok, ők fogják biztosítani a jövőnket, meg a jövőjét ezeknek a településeknek, és azért is büszkék vagyunk rájuk, mi is, mert ők fogják továbbvinni azt az örökséget, amit mi megpróbálunk most lerakni. A megyei önkormányzat egy 3 éves programot bonyolít le, amit a helyi identitás és kohézió erősítése című pályázatból finanszíroz. Az idei esztendőben a népművészet kerül a témák közül a középpontba. Mivel nagyon gazdag a népművészeti hagyományokban Tolna megye, ezért a legfontosabb tájegységeket mutatjuk meg, és abból is igazából azt választjuk ki, ami a meghatározó, és egy kicsit a Tolna megyének a hírnöke is. Például a textilművészete, itt gondolok a kaposmenti hímzésre, a sárközi hímzésre, a siógárdi hímzésre, vagy a szövésnél a sárközi szőttesekre, vagy a kölesdi szőttes, vagy a siógárdi szőttesre, amit nem minden részét ismerik a fiatalok, de nagyon fontos szerepet játszott régen a települések életébe, és meghatározó volt a háztartásoknak az életmódjában és a díszítésében. A vetélkedő kapcsán azért mindenki a saját településének a hagyományát megismeri. Én azt tartom a legfontosabbnak, hogy elsősorban a saját hagyományát, saját népvészeti örökségét ismerje meg egy gyerek a településén, és utána lehet a megyei itt az országost, és akkor tud majd különbséget tenni, hogy miben vagyok én másabb, mint a mellettem másik faluban élő gyereknek az öröksége, és miben tudunk egyéniséget, egy egyediséget, egy én tudatot felmutatni. Öröm az, hogy ők vezettek, tehát a diákok vezettek rá minket arra, hogy bizony őket a dolognak a lényege is nagyon érdekli, sőt elsősorban az, mi az érték, miért az, hogy viszonyuljanak hozzá, és főleg szabad-e nekik megmondani, hogy mire figyeljünk mi az öregek oda,
tárnak fel csodálatosan értékeket, most idén is ilyen feladatot kapnak, hogy segítsék a mi munkánkat. Kiszorult az, hogy túlságosan sokat kelljen tudni a többiekről. Bukott el Tolna megyei csapat országos vetélkedőn azon, hogy nem tudott Abasárról kellő jó válaszokat adni, ami hát egy kicsit elszomorította őket, és őszintén megmondom engem is, aki ott voltam akkor Lakitelken ezen a vetélkedőn. Túlzásba vittük azt, hogy nem a saját identitás volt a fontos. Most már az. Tehát a nagy egészből elsősorban a hungarikumok, az ugye 5-6 tucatnyi, tehát nem olyan nehéz számon tartani. Aztán az én kedvencem az határon túli országrészeknek, vagy nemzetrészeknek az értéktáraiból a kiemelkedők, és amire meg éppen mi akarjuk felhívni, arra figyeljenek ők oda. Így idén elsősorban a népművészet, a folklór, a népi hagyomány elemeire. Az értékhangoló vetélkedő egyik legnagyobb visszacsatolása, hogy a kezdetekben indult csapatok tagjai közül nem egy a helyi értéktárbizottság elnöke, vagy települése értékeinek elhivatott gyűjtője lett. A felkészítő napok után a gyerekek feladatokat kapnak, többek között azt, tegyenek ajánlásokat lakóövezetük értékeiből, melyeket alkalmasnak vélnek a Tolna megyei értéktárba való beemelésre.